Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Dancsóné Schlesinger Hanna terapeuta. Terapeuta, újságíró, mozgásszervvel foglalkozik, és általában még a lélekkel is. Kezi csoklom, szép jó reggelt jó kívánok. Jó reggelt kívánok. Ön Izraelbe él most már hosszú idők óta. Kezdjük akkor, tulajdonképpen egy ilyen háborús állapotban mennyit szabad egy embernek a tévé előtt ülni és a híreket fogyasztani? Hát ettől még a végén depressziós hát is nyilvánvalóan lesz. Nyilvánvalóan sokkal kevesebbet, mint amennyit az ember ott tölt, hiszen egyrészt, aki Izraelben van, ugye, ha akarja, hanem egész nap a részese ennek, hiszen szólnak a szirénák, halljuk azt is, hogyha a közeli városkában van bármi rohanás az óvóhelyre, vagy a hederátumba, a biztonsági szobába, vagy ahol nem elérhető, ott kimennek az átjáróba, hogy olyan helyen álljanak, hogyha mégis az emberre omlik a ház, akkor ne a teljes súlyával érezze, bár akkor már úgy is gondolom mindegy. Tehát tulajdonképpen úgy szoknak rá az emberek ilyenkor a híradókra, rádióra, televízióra, mint más a drogra. Hát hiszen minden pillanatban sajnos történik valami, ráadásul nem felemelő. Érdekes módon neurológus barátom azt mondja, hogy nincs több neurológiai problémával szenvedő beteg. Tehát én azt hittem, hogy a rendelőjét meg fogják rohanni a pánikbetegek. Az ember európai magyar szemmel gondolkodik akkor is, hogyha már 30 éve vissza-vissza jár, és ott félig meddig Izraelben él. De ő azt mondja, hogy igazából nincs több neurológiai beteg. De úgy tűnik, hogy most lesz, hisz az történik, hogy a saját hazájában menekült Izrael népe. 180 ezer ember van szállodákba, és kiköltöztették az otthonából. Na most egy szállodába mit tud magával vinni? Nem a könyveit, nem a saját ruháit, nem a megszokott ütemét, közben a férje vagy a gyerekei tartalékos szolgálatban vannak, a háborúban vannak. Hogy lehet ezt épp ésszel megélni? Mondjuk jó az Isten, és nem fog sem a férj, sem a gyerek belehalni a háborúba, valahogy csak túlélik, de hogy lehet ezt az egész szituációt nyom nélkül, hisz a gyerekek elkezdenek bepisilni a szirénáktól, már nem tudják, hogy hol. Direkt készültem a mai beszélgetésünkre, és beszélgettem egy tanárnővel, aki önkéntesen szállodára szállt, és azt mondja, hogy a gyerekek 20 percig maximum tudnak odafigyelni rá, mert valahol egész máshol jár az eszük. Na most egy dolgot kell tudni. Vannak Izraelben olyan városok, többek között Deirot, ahonnan több alkalommal Iványi Gáborék karitatív alapon hívtak meg gyerekcsoportokat, amit a lányommal közösen vezettük, meg fordítottunk, segítettünk. Most tudni kell, hogy például az Deirot városa, ami ugye Gáza mellett van. És Deirotot is kiürítették. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ott a gyerekek az idejük zömét a Lego pincékbe töltötték, és ott tanultak. Most annyira hozzá voltak ehhez szokva, de mégis pánikoltak. Augusztus 20-a volt. És amikor lőtték föl a tüzéjátékot, ezek a gyerekek kirohantak az alvóhelyükről, hol ott biztonságban voltak, és rohantak, hogy hol a Lego pince, mert 2 perc alatt kell leírni. Most ezt tulajdonképpen meg lehet szokni, de mégse lehet pszichésen megszokni, hogy ez az életforma. Most azt azért ugye tudni kell, hogy évezredek óta a zsidóság időről időre veszélyben volt. Tehát valahogy talán genetikailag... De most már lehet, hogy a világ van veszélyben, és nem csak a zsidóság, ez ma már nem egy zsidó ügy. Most a zsidókat üldözik, hát láttuk ugye napokkal ezelőtt egy orosz repülőtéren, ahol izraelieket és zsidókat kerestek, holnap a keresztényeket fogják keresni, tehát erre az egész világnak valahogy föl kéne készülni. Hát a muszlim világnak teljesen mindegy, hogy zsidó vagy keresztény, csak mondjuk a zsidók viszonylag közel vannak.
ők szeretnék, hogy az egész világ muzulmán legyen, igaz hitű, úgymond. Tehát gyakorlatilag a törökök óta sok minden nem változott. Na most akkor térjünk vissza önre, a terapeutára. Ön fiatal lánykorába a Pető Intézetbe is tanult, és tehát igen, fizikailag is, ott is dolgozott, fizikailag is tud az emberekkel foglalkozni, de ez most nagyon összetett. Itt most a lelkükkel is kell foglalkozni, fizikailag is az emberek kicsit leépülnek ettől. Hogy lehet talpra állítani egy egész népet? Hát úgy, hogy az egész szociális helyzetre tekintettel lenni, szerintem annyi olyan ország nincs, ahol annyi szociális munkás és szociológus lenne, mint Izraelben. Na de a szociális munkás is ramadt gazdasági állapotban van, és az ő feje fölött is szólnak a szirénák, ha van két fia, az éppen katona, meg a férje is katona, és megy megoldani másnak a problémáját, aki teljesen tropára van mentve arról, hogy nem otthon van, hanem egy szállodába, és nem vihette a kutyáját, meg a macskáját. Hát erről szól az élet. Na most nem kell szociális munkásnak lenni ahhoz, ami nagyon érdekes, hogy általában az emberek a háború elől menekülnek. Ami nagyon érdekes, hogy Izraelben, hogyha ilyen szituáció van, akkor a katona kötelesek, meg a nem katona kötelesek hazamennek, hogy segíteni tudjanak. Mivel magyarázza meg, ehhez persze szociológusnak ellen, de elég közel áll önhöz ez a nemzeti összefogás. Abban a pillanatban 37 héten keresztül az ország meg volt osztva két táborra, ha nem 22-re, és most 120 meg 200%-os alapon érkezett be mindenki, hogy fölvegye a katonaruhát, és megvédje a hazáját. Hát ez a veszélyhelyzet, amikor nem érdekes, hogy ki jobb oldal, ki bal oldal, ugye most már időtlen idők óta ment Izraelbe, időtlen idők óta, tehát jó pár hónapja mentek. 37 hete. Köszönöm. Nem tudtam pontosan, mennek a tüntetések is. Ugye, hogy kivonul a bal oldal, Netanyahu ellen tüntetnek, és a többi. De ugyanakkor abban a pillanatban, ahogy veszélyben van az ország, amit két kézzel építettek egy kősivatagból, egy terméketlen akármiből. Hát én nagyon nagyra becsülöm Herzl-Tivadart, és ez jó ötlet volt, és ugye a Bibliát nézzük, akkor mégiscsak az a mi országunk, az az események színhelye, de hát nem lehetett volna találni valamit, ahol mondjuk valami ásványi kincsek is vannak? Nem ez egyébként egy érdekes isteni megfontolás, vagy nem tudom mi, hogy tulajdonképpen a Közel-Keleten az egyetlen ország, akinek nincs olaja, az Izrael. Még vize is alig van. Hát pont, és abból még ugye Gázát is ők táplálják. Most ami nevetséges, hogy a víz, a villany és a többi minden tulajdonképpen Izrael. Nekem az egész, én arra gondoltam, hogy mennyire kétarcú a világ. Ez ugyanolyan, mintha a partra szállásnál megnézték volna, hogy akkor most mennyi vesztese van a németeknek, és mennyi az angoloknak. Tehát hogy lehet egyáltalán emberi életeket hasonlítani egy ilyen támadás után, amikor idős asszonyt levesznek az oxigénkészülékről, és agyonverik, és elkurcolják, vagy 9 hónapos csecsemők, vagy levágni csecsemőknek a fejét. Hogy tudja kezelni egyáltalán azokat, akik ezt a tévében látták, akik ebben benne vannak, akik retteghetnek, hogy holnap ugyanezt történik velük. Hogy fognak ezek az emberek visszaszokni a saját otthonukba? Hogy fognak visszamerni menni? Hát visszaszoknak a saját otthonukba, de azért egy dolgot tudni kell, hogy az ilyen traumák még csak nem csak azt a korosztályt érintik, hanem a következő. Ahogy mi voltunk a második generáció a holokauszt után, bizony érintett annak ellenére, hogy nem értük. Ezt kutatások bizonyítják. Pontosan. Tehát, hogy ez hogy lesz bizonyára pszichésen? Nagyon erősen érintett lesz. Bizonyára, tulajdonképpen most lehet, hogy nagy butaságot mondok ezzel, de én úgy gondolom, hogy valahogy amellett, hogy el is gyengít, meg is erősít, megerősíti a zsidóság tudatot, hogy hova tartozom. Na jó, ez rendben van azért, mert izraelinek lenni, a zsidónak lenni, ez egy nemzeti vallás is. Ez az, akinek most megszólaltak a szirénák, és elment a háborúba, ő is fölnéz, és azt mondja, és előveszi az imakönyvét,
pedig lehet, hogy hétköznap nem éli meg a zsidóságát, de ő ennek a nemzetnek a tagja, tehát ez nagyon egy kompakt dolog. Hát nyilvánvalóan a világ teljes zsidósága Izrael mellett áll. Hát, na, én láttam azért olyan amerikai széplelkű zsidó tüntetőket, van, akik... Van, ami nevetséges az egyik oldalon, ha belegondol az ember, de van ilyen is. Vannak öngyűlölő emberek is. Szóval egyszerűen az a helyzet, hogy ezen nem lehet majd úgy túllépni, hogy vége van, befejeződött a háború, Isten segítségével. De még nem hevertük ki a Jankiperi háborút, még nem hevertük ki a libanoni háborúkat. Akkor most megint nem mérnököket és tanárokat, hanem terapeutákat fogunk képezni az egyetemeken? Hát sajnos az a helyzet, hogy én eddig úgy éreztem, hogy túl kínálat van a szocmunkásokból, meg a terapeutákból, meg egyáltalán ugye a zsidóság egy humán nemzet ilyen értelemben, hogy többnyire arra a könyv népe, aki nem csak olvas, hanem ír is. Pontosan. Az a legnagyobb probléma, hogy nyilván szükség lesz, de túl fognak lépni. Tehát én bízom benne Isten segítségével, hogy részint újra kell építeni az ország egy részét, ami egy katasztrófa. Tehát úgy anyagilag, erkölcsileg, érzelmileg borzasztó, és még élezi az ellentéteket. De pár napja hogy tudja azt megmagyarázni egy olyan embernek, akinek most valakinek kioltották az életét, hogy ugyanakkor pár napja Izrael ad megint vizet és gyógyszereket ezeknek az embereknek, a gyilkosoknak? Hát nézze, ez egy olyan dolog, ugye, hogy nagyon sokan elítélik azokat, akik ugye ezeket a migránsokat kimentegetik a tengerből. De az egyik oldalon az van, hogy jó, ne jöjjenek, van akinek ez a felfogása, van akinek az a felfogása, hogy jöjjenek. De az, hogy emberéleteket kockára tenni, hogy ott vergődnek ladikokon, most az mindegy, hogy az egy rablógyilkos, a nagymamám terrorista. Rokona, a terrorista, hát az életét megmentik. Ugye csak a hippokratészi esküt, hogyha na ha jó, vesszük. De én nem láttam még, hogy arab orvosok, miközben Allah Akbart mondanak, megmentenek valakit. A Hamásznak az első emberét Gáza városából, agydaganattal a börtönből a kórházba szállították, és megmentették az életét. Igen. Zsidó vér konkrétan nem tapad a kezéhez, de Dafke nagyon sok haditervet dolgozott ki, és nagyon sok Hamász tagnak, illetve palesztinnak kioltatta az életét azzal, hogy együttműködött a zsidókkal. Igen. Ilyen címen. Én bízom benne, hogy sokszor fogjuk még őt látni, a beszélgetésre szánt időnk az véget ér, mert ugye itt a víz az úr, 15 perc az 15 perc. Jöjjön legközelebb is a Magyarországon, van, szeretettel várjuk, és akkor mesél majd nekünk a tapasztalatairól, és bízom benne, hogy gyorsan és könnyű lesz a munkája, hisz ez a nép élni akar, és élteti őket hát a, én is, és a tudat remélem, és az örökkévalóval való kapcsolatuk. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Dr. Dancsónét, Schlesinger Hannát látták és hallottak Izraelből, aki nem csak egy pető módszerrel fizikailag terapeuta, hanem terapeuta, hozzá lehet fordulni, és ez nem a hirdetés helye, hisz nagyon sok embert már talpra állított, most bebizonyíthatja, hogy mennyire szakember, hisz ezeket az embereket most nehéz lesz az események után visszahozni és újból megnyugtatni őket, hogy rendes életet tudjanak élni. Köszönöm, hogy velünk voltak. Még tovább megy a Pirkadat Extra. Következő vendégünk Plati Iván lesz felvételről. Tartsanak továbbra is velünk.